Hibásnak érzi magát? Kérem, amikor a tehervonat elment, akkor... Hibásnak érzi-e magát, vagy nem? Nem. Tessék elhinni, nem akartam én szándékosan bajt okozni. Kérem, én azt hittem... Igen, igen. Gyakori kifogás egy vonatveszélyeztetés vagy más baleset után, hogy én nem érzem hibásnak magamat. Én nem akartam a bajt. És nagyon is ismerősen csengenek azok a szinte már örökké visszatérő szavak, kérem, én azt hittem, és mindig csak ez az azt hittem. A már dominórendszerű váltó és vágány foglaltságos berendezésével kell kezdenünk a történetet. Ez a berendezés az elmúlt évtized rohamos technikai fejlődése során jött létre. És talán még azt is elmondhatjuk, hogy ez jelenleg a legkorszerűbb állomási biztosító berendezés, amelyet ma Magyarországon alkalmaznak. E korszerű berendezés a vasúti dolgozók munkakörülményeinek megjavítása mellett nagy mértékben növelte a vasút kapacitását. És ugyanakkor a folyamatosan növekvő igényeket kielégítve, ha előírásszerűen kezelik, szinte 100%-ig biztosítja a balesetmentes közlekedést. A biztosító berendezés kezelése a forgalmi irodákban felállított központi állítókészülékről történik. Kezelőlapján az állomás torzított vágányhálózati képe látható. Ugyanitt különböző rendeltetési nyomógombok is találhatók. A berendezés vezérlése ezekkel a nyomógombokkal történik. A készülék biztonságos üzemeltetését szolgálják azok a kezelőasztalon megjelenő visszajelentések, amelyekből a forgalmi szolgálattevők bármikor leolvashatják az állomáson kialakult helyzetet, illetve az egyes zavarokat azonnal észlelhetik. Amikor nincs beállítva a vágányút, a vágányok szabad állapotában az egyes szakaszok foglaltságát visszajelentő sávok sötétek. A vágányút beállítása esetén, amíg a vágány szakaszok nem foglaltak, és az érintett váltók már lezáródtak, a visszajelentő sávok fehérek. A bejárati jelző szabad ráállítása után a vonat beérkezik az állomásra. Amikor a vágány szakaszok foglaltakká válnak, a visszajelentő sávok vörösek. A berendezés alaphelyzetében a szigetelt váltószakaszokat visszajelentő sávok sötétek. A közös állítás jelű nyomógomb benyomásakor valamennyi váltó állását a kigyulladó fénycsíkok visszajelentik. A visszajelentő fénycsíkok színe a váltók szabad állapotában végállás ellenőrzés esetén fehér. Ha a végállás ellenőrzés nincs, a visszajelentés villogó fehér. A váltók foglaltsága esetén a jelzés vörös. A bejárati jelző visszajelentése megálljelzés esetén vörös fény a visszajelentő ábrán. Szabad jelzés állítása után jelenik meg a zöld fény. A kijárati jelző megállásának visszajelentése nincs. A jelző visszajelentő sötét. Valamennyi továbbhaladást engedélyező jelzés esetén egy zöld fény jelenik meg a jelző visszajelentő ábráján. A már dominórendszerű berendezéseknél a tévedések elkerülése, illetve a szándékosság bizonyítása érdekében egyes vezérlési műveleteket két nyomógomb benyomásával lehet csak elvégezni. Például a vágányút beállítása is így történik. A berendezés tudatos kezelése, illetve a biztonság további fokozása érdekében bizonyos nyomógombok véletlen benyomásgátló szerkezettel, illetve ólomzárral vannak lezárva, valamint számláló szerkezettel vannak ellátva. A berendezésen többek között megtaláljuk a hívójelzés, a szigetelés kikapcsoló és a kényszer oldás jelű nyomógombokat. Az ilyen nyomógombok kezelését elő kell jegyezni, a kezelés okának és a számláló szerkezet állásának megjelölésével a hiba előjegyzési könyvbe. Mindezeket a mi emberünk is tudta. Ő is dominórendszerű biztosító berendezéssel felszerelt állomáson dolgozott. Ilyen biztonságos berendezés mellett miként lehetséges,
hogy mégis bekövetkezett a baleset. Hallgassuk meg, mit mond erről saját maga. Normális, nyugodt napon volt. A forgalom zavartalanul ment, úgy, ahogy azt megszoktuk. 12 óra 30 perckor engedélyt kértek a 72-es számú tehervonatnak. A vonat közeledett az állomás felé Kőhegy felől. Az 5. vágányra akartam behozni a szerelvényt. Úgy gondoltam, hogy ott megfogom, amíg a Váralja felől érkező gyors át nem halad az állomáson. Amikor az 5. be akartam állítani a vágányutat, azt tapasztaltam, hogy a 10-es számú váltónál vörös fény jelez, mintha foglalt lenne a váltó. De mivel tudtam, hogy az állomáson vonat nincs, és így mozgás sincs, ezért műszaki hibára gondoltam. Arra, hogy a 10-es váltó körzetéhez tartozó vágány szakasz szigetelése meghibásodott. Ugyanis ezt a hibát is vörös fény jelzi, és már máskor is előfordult hasonló hiba, és pont a 10-es váltónál. Miután ez a váltó is érdekelt volt a vonat vágányútjában, és így a bejárati jelzőt nem tudtam szabadra állítani, úgy döntöttem, hogy hívójelzéssel hozom be a vonatot, amelyik már a bejárati jelzőnél állt. A jelzést kiadtam, a vonat elindult, a többit már úgy is tudják. Hát igen, így mondja a forgalmi szolgálattevő. De mi történt a valóságban? Hol követte el a hibát? Pergessük vissza az eseményeket, de kezdjük egy kicsit korábban a történetet. Fél órával az eset előtt egy tolató tehervonat egy kocsit rakodáshoz beállított a 6. vágányra. A kocsit megfutamodás ellen szabályosan biztosították. Miután a forgalmi szolgálattevő a tolató teher számára a kijáratot megadta, szabályosan menesztette azt az állomásról. A vonat Váralja irányába elhagyta az állomást. Igaz, a vonat elment, de ott maradt a kocsi a 6. Ez a hely azonban a rakodók számára nem volt megfelelő, mert a teherautóval nem tudtak beállni a kocsi mellé. Hogy rakodhassanak, a 6. lévő kocsit engedély nélkül eltolták a teherautóhoz. Közvetlenül a 10-es váltó előtt állították meg. Mivel az a váltóra került, a 10-es váltó visszajelentő ábrája piros fénnyel jelezte is a váltó foglaltságát. Ezt a forgalmi szolgálattevő csak akkor vette észre, amikor a Kőhegy felől érkező vonatnak vágányutat akart állítani. A hibát most követte el a forgalmi szolgálattevő, mert ha az előírásnak megfelelően arra gondolt volna, hogy a vágányutat forgalmi okok miatt nem tudja beállítani, akkor elkerüli a balesetet. Ő azonban azt hitte, hogy üres az állomás, és semmiféle mozgás nem történt a vonat elmenetele óta. És mert ezt hitte, műszaki hibának fogta fel a forgalmi akadályt. A jegyzőkönyv szerint a hívójelzésre a mozdonyvezető az előírásnak megfelelően 5 kilométeres sebességgel jött be az állomásra. És mivel műszaki hibának vélte a forgalmi akadályt, ezért következhetett be a vonatveszélyeztetés. A mozdonyvezető, ha az utolsó pillanatban is, de észrevette a kocsit, fékezett és megállt. Tulajdonképpen szerencséje volt. Rosszabbul is végződhetett volna, igaz? Igen. Hibásnak érzi magát? Kérem, én azt hittem, hogy... Lám, megint csak azt hittem. Pedig a vasúti szolgálat ellátása során nem hinni kell, hanem meg kell győződni a valóságos helyzetről, úgy, ahogy azt az előírások megkövetelik. Mert a váltó vörös fénye láttán először ki kellett volna mennie, és személyesen meggyőződnie arról, hogy nincs-e kocsi a váltón.
Ha kimegy, azonnal látta volna, mi okozza a vörös jelzést, és intézkedhetett volna. A MÁV dominórendszerű váltó és vágányfoglaltságos berendezés kezelése során, ha valami működési zavar mutatkozik, akkor elsősorban mindig arra kell gondolni, hogy a zavart valamilyen forgalmi körülmény okozta. A berendezés műszaki meghibásodására csak akkor szabad következtetni, ha a forgalmi szolgálattevő a forgalmi helyzet alapos mérlegelése után egyértelműen megállapította, hogy a biztonsági feltételek tényleges megteremtése ellenére sem hajtja végre a berendezés a kívánt műveletet. Ezt soha ne feledjék el. Ez olyan szabály, amelynek figyelmen kívül hagyása sajnos már eddig is nem egy esetben, a filmben látottaknál is súlyosabb következményekkel járt. Thank you.